Kalocsa térségében vagyunk, ahol az általunk gyártott Kertitox GemTrack permetezőt fogjuk beüzemelni, ami mellesleg az EAGRO Kft. Által lett itt értékesítve. Ugyanis azért, mert 6 évvel ezelőtt már a jelenlegi tulajdonos szintén az EAGRO Kft.-n keresztül vásárolt egy Kertitox Revolution 2500-as permetezőt, úgyhogy a mai napnak az apropója az, hogy ő váltott egy nagyobb léptéket, egy egész nagy léptéket ezzel a Kertitox GemTrack-kel, amit szeretnék ma nektek úgy részletesebben bemutatni, és be is üzemelni, nem csak bemutatni, hanem egy élő beüzemelést is fogunk végrehajtani. Gépkapcsolatunk egy Fendt 313-as traktor igazából. Izobuszon keresztül kommunikálunk a traktorral, jelen esetben, ugye ami áll egy izobusz csatlakozóból, tehát teljesen izobusz kompatibilisek vagyunk, hidralika körünk, egy nyomóág és egy visszatérőág, amit lehet egyébként a permetezőnk tudja a load-sensinges ágat is, de most jelen esetben nem arról üzemelünk, de tudnánk arról is üzemelni. Jó, szivattyunk, egy 300 literes membrán szivattyú. Annyit kell tudni erről, hogy ez a permetezőnek maximálisan elég. Opciós tételként létezik hozzá nagyobb teljesítményű szivattyú is, 400 liter per perces. Azoknak szükséges csak, akik nagy sebességű permetezést akarnak csinálni, vagy sokat használnak önfeltöltést. Mert ugye azzal meg lehet gyorsítani az önfeltöltést, de permetezés céljából ez teljesen elég. Jó, tovább haladva van egy könnyen tisztítható szívószűrőnk. Ezt szerintem nem is kell tovább ragoznunk. Van egy 400 literes tiszta vizes tartályunk, ebből fogjuk átmosni munka végeztével a permetezőgépet, ami bőségesen elég. Fő tartályunk egy 4200 literes tartály, polietilén tartály. Ez opciós tételben még kérhető 6000 literesben is. Ez jelen esetben 4200 literes. Ezekhez a gépekhez már alapból tartozik a kormányzott futómű légrugóval, VPV futóművet használunk. Annyit kell tudni róla, hogy terhelésszabályzós a fékerő és a légrugó is, tehát terheléstől függetlenül ugyanazt a fékhatást tudjuk elérni állítás nélkül, mint terhelten. Tehát terheletlenül is, terhelve is ugyanaz a fékhatásunk. Az izobuszhoz hátul tartozik, itt vannak elrejtve a jobkomputerek, igazából ez a permetezőnek a lelke. Minden adat itt tárolunk, és igazából ugye a terminálunk adja ki a parancsot, hogy mikor mit kell csinálni a permetezőgépünknek. Itt található még egy nyomószűrő, igazából nagyon ritkán kell tisztítani. Tovább haladva, szórókeretünk, ezen a gépen egy 20 méteres szórókeret, FG névre hallgat. Ez a szórókeret típus elérhető 18-tól 30 méterig, ugye jelen esetben nekünk csak egy 20 méteres keretünk van, ultrahangos szenzorokkal van felszerelve, ami azt jelenti, hogy ezen van 6 darab ultrahang, oldalanként 3-3 darab ultrahang, ugye ezzel fogjuk a talajt az adott magasságra, amit beállítunk, követni. Jó, hát szórócsövünk folyadékrendszere, tovább haladva, ez egy recirkulációs folyadékrendszer, levegős elzárású szórófejekkel, ezen van 3 állású revolver szórófej, opcióban kérhető 5 állású is. Ugye ez azt jelenti, hogy nekünk itt a folyadékunk, a permetezési folyadék, akkor is azon a nyomáson kering, amikor nem permetezek. Tehát ugye ennek több előnye van. Az egyik nagy előnye az, hogy amikor a permetezőt kimosom tiszta vízzel, és újra tankolok, nem kell eljátszani azokat a dolgokat, hogy szokták kitolatnak a dűlő végére, permeteznek egy jó 20 másodpercet, hogy ugye a vegyszer eljusson a szórófejekig. Ugye ennél nem kell, mert tankolás közben már forgatja a folyadékot és keveri, tehát itt azonnal vegyszer lesz a kijuttatáskor, hiába mostuk ki permetezőnket tiszta vízzel. Jó, hát szakasz szám, ugye ez is opciós, szórófejenkénti szakaszolásig is el tudunk menni,
de általában 2 méteres szakasz leosztásokkal szokták élni, de ugye a mai világban már nem ritka a szórófejenkénti szakaszolás sem. Amit ezzel, ugye ezzel a levegős recirkulációs rendszerrel nagyon könnyen meg lehet oldani. Jó, a szórókeretünk az 2 tagban nyílik, ugye első lépcsőként 12 méterre nyitunk, és akkor a második lépcsőben fogunk 20 méterre, vagy 24-re, vagy akár 30-ra is, mint említettem, mert létezik 30 méteres keret is. Opciós tétele a gépnek, de ugye ehhez kérték a független keretemelést is, ami azt jelenti, hogy a szórókeretet nem csak központilag tudom dönteni, hanem függetlenül is a jobb oldalt, bal oldalt. Úgyhogy itt egy munkahengel kerül be, nyilván szögszenzorral, hogy tudjuk, hogy hány fokos szögben áll. Valamint ugye ez a keret még tud negatívba is menni, tehát ugye a vízszintestől lentebb is tud menni, mert engedélyezi a szögeltérés. Hát ugye itt a középrészen, itt található a recirkulációs rendszernek tulajdonképpen a lelke, ugye ez végzi itt a fő elzáró szelepünk, ez végzi a folyadékáramlás, hogy permetezek vagy cirkuláltatok. Lengéscsillapításunk van, keresztirányú lengéscsillapításunk, az gumibakok segítségével van előfeszítve, valamint ugye a ultrahanghoz a rugós lengéscsillapított középrészünk van. A hidraulika vezérlésünk egy Danfoss szeleptömbről történik, ugye maga a szeleptömb képes a load sensing ellátására, tehát bármikor tud működni load sensingről is, meg hagyományos szeleptömbként is. Gyakorlatilag ennyi nagyon jó kis megbízható hidraulika rendszereket tudunk vele biztosítani. A ultrahangokat aktuátorok segítségével nyitjuk, zárjuk. Ez egyébként tud párhuzamosan működni is a nyitászárással, tehát ahogy zárom a keretet, ez automatikusan behajlik, ha nyitom a keretet, automatikusan kihajlik, vagy tudom kézileg is vezérelni, kihajtani, behajtani. Ha nincs rá szükség, akkor igazából be lehet hajtani, ha nem használunk ultrahangot, de azért van rajta, hogy használjuk, úgyhogy igazából ennyi. Azért vannak ezek kihelyezve, mert ugye ha van egy kis szél is, meg a dupla réses fúvókák, ha közvetlen a keretre vannak téve, ha aláködöl a permetlé rendszer, ugye azt is érzékeli, és akkor kiemeli automatikusan a keretet, tehát ez a megoldás, ez csak emiatt született, hogy kintebbessen, előre lásson egy kicsit úgymond az ultrahangunk az akadályt, előbb lássa. Mondanék egy pár szót a folyadékrendszer kezeléséről, nagyon egyszerű egyébként. Mivel kezdjük? A permetezést nyilván azzal, hogy teletankoljuk vízzel. Kétféleképpen tudjuk megoldani, van egy tűzoltó csatlakozós feltöltésünk, ugye ez külső hálózatról, ha nyomatjuk bele a vizet, akkor kell használni, valamint van egy önfeltöltő részünk, ezt ugye akkor használjuk, ha saját szivattyújával szeretnénk feltölteni a permetlé tartályt. Itt érek vissza arra a nagyobb teljesítményű szivattyúra, de nyilván minél nagyobb teljesítményű szivattyúm lesz, annál hamarabb tudom ezt az ággal feltölteni a permetlé tartályomat. Ha miután megtankoltuk vízzel, két csapot kell kezelnem, egy szívócsapot és egy nyomócsapot. Itt eldöntöm, honnan szívjon a permetező, ezzel a csappal eldöntöm, hová nyomjon. Természetesen ugye szívóállás, permetezéskor fog szívni a főtartályból, önfeltöltéskor, külső hálózatról, tartálymosáskor fog szívni a 400 literes tiszta vizes tartályunkból. Ugye ezzel pedig el tudom dönteni, hogy a beszívott vizet hová nyomja a permetező. Permetezéskor vegyszerbe mosót tudunk használni, tartálymosást, valamint itt is önfeltöltő szimbólum van. Itt azért van, hogy egyenes ágon be van kötve a tartályba, a folyadék nem cirkulál össze-vissza, tehát így tudjuk elérni a maximális feltöltési időintervallumot. Jó, legnagyobb erénye még ugye a recirkulációs rendszernek, hogy amikor én mosatok, tehát ugye tiszta vízből szívok, ezt a csapot itt hagyom, mert permetlé rendszert mosok, ugye nem kell kipermeteznünk a folyadékot, mert ez vissza fog mosni a főtartályba. Tehát ugye a szórócsőből visszakerült víz, az bekerül a főtartályba. És akkor azt ugye nyilván környezetbarát módon el lehet majd
le lehet engedni, nem kell kipermeteznünk. Jó, a vegyszerbe mosunk, burkolat alatt van, egy kis kar segítségével könnyen lehajtható. Vegyszerbemosás fő lényege, permetlé tartályban már legyen víz, ugye nyilván ez maradt permetezésen, átváltjuk vegyszerbemosásra. Háromféle csapot tudok itt kezelni, van egy palacmosom, van egy külső karimás feltöltésem, valamint van egy kis turbós fúvóka, ami keveri nekünk itt a folyadékot, porvegyszert, bármit nagyon jól föl tud habosítani, vagyis hát fölkeverni, és akkor ugye van egy alul egy injektáló csapunk, ha azt szeretnénk, hogy vissza, azt megnyitjuk, és akkor zuty vissza is nyomja a cuccost a főtartályba. Aki nagyon igényes a permetezésére, ugye az is el tudja azt követni, hogy a tiszta vizes tartályában van víz, és amikor bemosta a vegyszert, átváltja tiszta vízre, és akkor az egész vegyszer bemosóját el tudja öblíteni tiszta vízzel. Hát ez akinek van rá igénye, megcsinálja, akinek nincs, nincs. De én tudom tanácsolni, hogy a permetező lelke mindig a mosás. Ha mossuk a permetezőnket, bajunk nem lesz vele. Jó, ezt lehajtjuk, lehajtjuk. Van nekünk még egy száraz szintjelzőnk, ugye itt látható a kis skála, opciós térterként léteznek itt is elektromos szintjelzők, ugye akkor nem kell mindig beütnöm, hogy hány liter tankoltam, hanem automatikusan a izoboszon keresztül ugye megjeleníti az aktuális tartályszintet. Meg opciós tétenként ugye betankolós átfolyásmérőt is lehet kérni, ugye a külső hálózatról tankolok, akkor ide be van szerelve egy kis kijelző átfolyásmérővel, és akkor le tudom csekkolni azt a betankolásnál is, hogy már mennyi víz folyt be a tartályba. Szeretném még megmutatni a terminálunkat, valamint ugye van a fennnek is egy gyári terminálja, mert bizonyára sok mindenkinek felvetődik az a kérdés, hogy mikor a fennnek van egy gyári izobusz kiépítése és egy gyári terminálja, miért építettünk ki egy másik izobusz csatlakozót, és miért használjuk a TAS 800-as terminált. Ennek nagyon egyszerű oka van, a gazda, a tulajdonos így kérte, hogy ő erről saját izobusz rendszert építsünk ki a permetezős, és a permetezőnek a TAS 800-as termináját használjuk. Egyedül, amit elloptunk a fentől, az a GPS antenna jel. Ugye erről szakaszolunk, erről fogunk szakaszolni. A többi az maradt az eredeti dologban. Lényegében beolvasás szempontjából ugyanazt jelenteni, megjeleníti meg, mint a fent terminál, de mi erről fogunk most dolgozni a TAS 800-ról, erről fogjuk beüzemelni, sőt, a gazda erről is fogja használni a permetezőjét. Keretnyitásunk a fennek a saját izobuszára csatlakozunk, gyönyörű szépen rá lehet programozni a joystickokra, hogy mikor milyen funkciót. Jelen esetben ugye nem ezen vagyunk, ezért most a keretnyitásunkat innen tudjuk megoldani, ami azt jelenti, hogy kétféle ikonsor létezik, ebben mi most megyünk a keretnyitásra, ugye nyilván első lépésként föl fogjuk emelni a szórókeretünket, második lépésként kinyitjuk 12 méterre, ugye mindig a kis fehér festett ikon nézzük, az fog működni, szétfele nyír, így nyitunk 12 méterre. Jó, utána pedig nyitunk 20 méterre. Ezek a keret funkciók sehol nincsenek rögzítve, semmiféle biztosítás nincs benne, mindig végállástól végállásig nyomjuk, majd ha kinyitott a keret, ugye megáll magától minden. Ezek után leengedjük a permetezési magasságra, vagy igazából ultrahangos rendszerünk van, tehát nem is muszáj leengednünk a permetezési magasságra, mert mihelyest bekapcsoljuk az ultrahangot, a beállított értékre fogja beállítani a szórókeretet permetezési magasság és permetezésnél ki magasságra. Úgyhogy ilyen téren nagyon
praktikus. Hát igazából átnéztünk mindent, teljesen üzemkészek vagyunk, én úgy gondolom, hogy minden működik, úgyhogy szólok a gazdának, Tamásnak, és indulhatunk is, megnézzük, hogy mit tud élesben.